Kedves közönség, most festői oldalamról mutatkozunk be. Ő neki az a címe, hogy kijött a lépés. Ez nem vászonra, hanem úgynevezett OSB lemezre készült, és a festő az az én. Ezen a területen meghagyta az OSB lemez eredeti mintázatát. Az volt az ambíció. Meg, hogy ez a szép préselt fa mintázat is látszódjék. A kijött a lépés cím kétértelmű. Egyrészt jelenti azt, hogy a festő úgy érezte, hogy jól sikerült ez a műve, kijött a lépés, de a festő úgy érzi, hogy ez az ő találmánya, ezek a festményből kilógó idomok. Nagyon szereti a festő, hogyha egy korong vagy egy ilyen idom kilóg a festményből, és ha mindenképp valami kis figurativitást akarunk belevinni, akkor ezeket lehet csizmának nézni. Tehát elfogadom, ha bárki azt mondja, hogy mi csak ott van két csizma, és mivel a csizma kilóg a képből, így rá lehet mondani, ilyen értelem is, hogy kijött a lépés. Ez a tajtékzó, tobzódó technika, ez szintén a festő saját. Ezt műhely titok, hogy ezt hogy csinálja a festő. Nézzük meg a második festményt, melynek címe szintén kétértelmű. Mindenki körbenézhet. A primér jelentése az, hogy mindenki így körbenézhet a fejével. De mivel a festményen van néhány ellipszis, de azért a körök vannak túlsúlyban. Bele lehet nézni itt a narancssárga körbe, a fekete körbe, a zöld körbe. Bele néz a körbe. Tehát mindenki körbe nézhet. Itt az izgatta a festőt, hogy a körök összeérintkezéséből milyen kompozíció születhet. Kollégám Picasso, ne neves, azt mondta, hogy nem azt festem, amit látok, hanem amit gondolok. Hát ez nagyon igaz, nagyon találónak érzi a festő ezt saját magára, mert én se láttam sehol semmi ilyesmit, hanem csak gondoltam. Köszönöm a figyelmet.